Hulladékgazdálkodás, a vasmegyei szemétszedés új mechanizmusáról és az azzal járó változásokról tartottak tájékoztatót az illetékes szakemberek. Szöktetés a Szerályból, javában tart a készülődés Mozart vígoperájának előadására. A közismert darabot pénteken este mutatják be az Ízeum előterében. Vízilabdatorna Szombathelyen. Hétvégén négy nemzet U20-as vízilabda válogatottja méri össze tudását a Tófürdőn. A magyarok célja a pontos játék és a kupa győzelem. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Pezer Hoffer György. Jó estét kívánok! Az éveleje óta a Vas megye 216 településén a kommunális és szelektív hulladékkezelést fővállalkozóként a Sopron és térsége környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Végzi. Az új működési modellről és a lakosságot is érintő változásokról a megyeházán tartottak sajtótájékoztatót. A hulladékgazdálkodási rendszer országos egységesítése érdekében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT 2017. január 1-ével 22 régiót alakított ki, és kijelölte azokat a fővállalkozókat, amelyek az adott térségben a közszolgáltatást ellátják. Ennek a 22 régiónak az egyik tagja ez a Vas megyei és Fél-Győr-Moson-Sopron megyei regionális szolgáltató. Ebbe a térségbe az STK, Sopron és térsége környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Kapta meg a közszolgáltatói mandátumot, és a régi közszolgáltatók pedig mint alvállalkozók dolgoznak. A szolgáltatási díjak nem változnak, de a törvény előírásának megfelelően azon településeken is bevezették a heti szállítást, ahol eddig ez ritkábban történt. Vas megyében zökkenőmentesen zajlott le az átállás. A lakosság szinte semmilyen hátrányát, sőt, csak előnyét élvezheti annak, ahogy a változások végbe mennek, és semmit nem vettek észre abból, hogy itt bármi nemű változások történnek az elmúlt időszakban, hisz csak esetlegesen nem azon a napokon ürítették a kukát, és más színű kukásautók jelentek meg a házuk előtt. A Sopron és térségek környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási Kft. Kiemelt feladatának tekinti a lakosság szemléletének formálását, különös tekintettel a szelektív hulladékgyűjtésre. Az ezekkel kapcsolatos tudnivalók is szerepelnek abban a lakosság körében terjesztett kiadványban, amely a korszerű Vas megyei hulladékgazdálkodási rendszert mutatja be. Véget ért az idei Szavária Urbanisztikai Nyári Egyetem négy napos előadás sorozata. Csütörtökön az Európa Kulturális Fővárosa 2023 című pályázat került a középpontba. Pénteken Szentgotthárdi tervező tábori tanulmányúttal zárja kapuit az egyetem. Az Urbanisztikai Nyári Egyetem utolsó napján Csaba Dersz tartott előadást a Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa tapasztalatairól. Kitért többek között arra is, hogy a pályázat lehetőséget adott egy új modell kidolgozására az épített örökségek védelmének érdekében. 2010-et követően az óriási költségvetésből megvalósuló épületek, intézmények kihasználtságáról azonban negatív híreket lehetett hallani. Vannak olyan intézmények, amik nagyon jó kihasználtsággal működnek, a Kodály Központ például kiválóan működik. Nyilvánvalóan ez egy nehéz dilemma, tehát nehéz megmondani azt, hogy egy ekkora kulturális infrastruktúrális fejlesztés a későbbiek során mekkora tényleges fejlesztést tud generálni. Fontos kiemelni, hogy Pécs a 21. század eddigi legsúlyosabb gazdasági válságának közepén lett főváros. A létrehozott intézmények pedig több évtizedre előre menőleg határozhatják meg a Baranyai megyeszékhely társadalmi, gazdasági és kulturális életét. Kulturális alapokon nyugvó, hosszú távú városfejlesztési lehetőséget lát a szombathelyi városvezetés az Európa Kulturális Fővárosa 2023 című pályázatban, amelynek elnyeréséért soha nem látott összefogást tapasztalható a Vasi megyeszékhelyen. Széleskörű társadalmi összefogással és társadalmasítással elértük, hogy naponta tucatjával érkeznek vissza azok a kérdőívek, amelyeken arra vagyunk kíváncsiak, hogy a szombathelyek milyennek látják a városukat. Persze írnak pozitív és negatív dolgokat, de mi ezekből is sokat tanulunk. Az alpolgármester hozzátette, Szombathely akkor is nyertese lesz a pályázatnak, ha a zsűri nem a 2000 éves múlttal rendelkező várost választja Európa soron következő magyar kulturális fővárosának,
hiszen már meg lesz az az elképzelés, hogy az emberek milyen Szombathelyt akarnak maguknak a következő évtizedekben. Egyre elterjedtebb a klímaberendezés használata, kevesen tudják azonban helyesen alkalmazni ezeket. Gyakran túl hideget fújnak, ami számos kellemetlen egészségügyi következménnyel jár. Másodfokú hőségriadót rendeltek el csütörtökön, a 25 fok feletti hőmérséklet minden korosztály szervezetét megviseli. Ilyenkor megemelkedik a klímaberendezést használók száma is, legtöbben azonban rosszul alkalmazzák. A legnagyobb probléma az egészségre gyakorolt hatásban az, hogy általában nagyon nagy hőingadozás van a klimatizált helyiség és a külső hőmérséklet között, ami nagyon sok felső légúti megbetegedéshez, de légcsőhuruthoz, esetenként tüdőgyulladáshoz is vezet. Az általános egészségügyi javaslat szerint a kinti és benti hőmérséklet között 5-10 fokos eltérést tolerál a legjobban a szervezet, ettől azonban előfordulhatnak egyéni eltérések. Nem nagyon használjuk, inkább a friss levegőt jobban szeretjük, hogyha áramlik, mint a hideg levegőt fogyatjuk, és be is szokott tőle a szemem könnyezni. Kocsiba, otthon. És mire figyelod ezzel kapcsolatban? Márhogy, mert hát minél hidegebb legyen, mert hőhullámos vagyok már sajnos, és minél hidegebb legyen. Jó, nem szokott panasza lenni ezzel kapcsolatban? Semmi, nem zavar, hál' Istennek semmi. Ezek a mobil klímák most a legkeresettebbek, de divatba jött egy különleges ventilátor is. Idén nagyon-nagyon népszerű a permet ventilátor, amely ezek például lehet külön aromákat is egyébként tenni, hogy illatos permet szálljon a szabad térben. Ez nagyon-nagyon népszerű az idén. Természetesen sláger a kis pici asztali ventilátor, amiből hát évről évre egy nagyobb darabszámokat tudunk értékesíteni. A mobil klíma is nagy kedvenc lett, könnyű beszerelni és átvihető egyik helységből a másikba. A kezelhetősége is egyszerű. A vásárlók egyébként több tízezer forintot is megspórolhatnak a körültekintő vásárlással, óriási árkülönbségek tapasztalhatók az egyes áruházak klímaberendezései között. Az eredetinél pikánsabb és aktuálisabb szöveggel frissítve állítják színpadra Mozart Szöktet és a Szerályból című vígoperáját Szombathelyen. Az előadás helyszíne is különleges, az ókori Ízisz szentély elé épített szabadtéri színpadon énekelnek a művészek pénteken este az izeumi játékok keretében. A Szöktet és a Szerályból Mozart egyik legnépszerűbb vígoperája, tele van ismert áriákkal és dalokkal. Az egyszerű történetvezetéssel és a librettóval azonban maga Mozart sem volt elégedett, és a rendező is úgy gondolta, megváltoztatja kicsit a szöveget és a történetet. Mi arra törekedtünk, hogy egy kicsit, nem lehet Mozartot megközelíteni, de hogy egy picit emeljünk a prózai szövegeken és a dramaturgián is, és hogy a nézőnek azt mutassuk, hogy itt a zene milyen csodálatos, úgyhogy nálunk a Selim Basa az egy műkedvelő zeneszerző, aki egy operát szeretne bemutatni. Így lesz a történetből opera az operában. A Basa különböző zenei próbák elé állítja a szereplőket, s eközben szinte észrevétlenül megszületik az előadás. A Szerályban rabságban tartott Konstanca például maga is énekesnő. Ez a szerep az egyik kedvenc szerepem, a nagy koloratúr szerepek közül. Sok Mozartot énekeltem már eddig, a másik ilyen nagy kihívást jelentő szerep az Ékirálynő áriája, vagy az Ékirálynő szerepe a Mozart varázsfuvolájából. Nagyon-nagyon nagy kihívás, ez kicsit másabb, ezt jobban fel lehet építeni, úgy gondolom, lelkileg is és énekesileg is ezt a szerepet, mint az Ékirálynőt. Konstancát szerelme megpróbálja kiszabadítani szolgája segítségével. A vicces szolgáló Pedrillo alakítása igazi felüdülés a hőstenor szerepek után a művésznek. Egy Sába királynőjében nem tudok ilyen figurát hozni, és nem a pajeszról vagy a sapkáról beszélek, hanem maga, ahogy Mozart ezt megálmodta, ezt a figurát, az már önmagában egy nagyon vicces, amit zenébe is beleszőtt ebbe az egészbe. A szöktetés ugyan nem sikerült, de a Basa végül lemond Konstancáról. A happy end mellett katarzist ígér a rendező, aki szerint az is megszereti az operát, aki ezen az izeumi előadáson találkozik először ezzel a műfajjal.
A július nem csak a fesztiválok hónapja, hanem befőzési szezon is. Érdemes odafigyelni a megfelelő minőségű zöldségekre és gyümölcsökre. A szombathelyi piacon feltérképeztük, hogy milyen az idei kínálat. A legtöbb vásárló a helyi termékeket keresi. Nagy a forgalom a szombathelyi vásárcsarnokban. Mivel az időjárás nagyon kedvező, a helyi termelők szerint rekordmennyiségű barack terem a nyáron. Kilónkénti ára a tavalyihoz képest 100 forinttal lehet olcsóbb. Most az az év, amikor mindenkinek lehetne ajánlani, vagy hát aki okos, más főzöm be, de úgy, hogy elálljon két arra, hogy már ilyen év nem biztos, hogy megint lesz. És olcsó is, mert a rózsabarackot már 300 forintért meg lehet kapni, a kalszi barack az drágább. Azt tudom mások kevenni, az a legfinomabb barack, az egy kicsivel drágább, 450-ért, 500-ért adjuk. Szinte mosolyognak a vásárlókra a kis dobozokból a pirosló málna szemek. Áruk már növekszik, hiszen a málna szezon lassan véget ér. A szeder szezon most kezdődik, 600 forintért kapható fél kiló. Lehet, hogy most még talán olcsóbb lesz egy kicsivel, mert tavaly egy kis fagykár volt, az idején meg elég jó az időjárás hozzá. Most voltam ott héten egy jó kis csapadék, és aztán mindjárt a méretén is észre lehet venni, mert nagyobb a szemeknek a mérete. Hiába öntözünk, mert megy neki öntözőrendszer is, de azért az esőnél nincs jobb. Egy kis doboznyi áfonya szintén 600 forint jelenleg a piacon. Nem csak gyümölcsből, hanem cukkiniből, friss zsenge zöldbabból, kovászolni való uborkából és kukoricából is nagy a kereslet. Sokan keresik a helyi termékeket kedvező áruk miatt. Ez mégis megbízható forrásnak tartom, mint hogyha bemegyek egy boltba, és ki tudja milyen országból, ki tudja milyen kezelés után veszem meg, akár drágábban is azt az árut. Nem sokat kell már várni a paprika, paradicsom árának csökkenésére, és következhet a lecsó befőzési szezon. A tavalyihoz hasonlóan idén is Szombathely ad otthont a második ÖMV Kupa Nemzetközi Férfi Utánpótlás Vízilabda Tornának, ismertebb nevén a 6. Szavária Kupának. 4 U20-as csapat veszi birtokba a Tófürdő nagymedencéjét július 21 és 23-a között. Ausztrália, Horvátország, Szerbia és természetesen a házigazda Magyarország legjobb utánpótláskorú játékosai szállnak medencébe hétvégén. Az eseményről szóló sajtótájékoztatón Puskás Tivadar polgármester azt hangsúlyozta, megtiszteltetés Szombathely számára, hogy ismét itt rendezik ezt a népszerű és nagy támogatottsággal bíró tornát. A játékosok azok a 20 éves játékosok, akik néhány év múlva a nemzeti válogatottjuknak a gerincét képezik majd. Mindig nagyon színvonalas a játék. Legutóbb is mi nyertünk, sőt, mint több már 3 alkalommal nyertük meg ezt a kupát. A budapesti vízes világbajnokság árnyékában remek felkészülési lehetőség ez a fiatalok számára az augusztus 5-én kezdődő világbajnokságra. Ha úgy sikerül megjátszani emberelőnyös helyzetet például, hogy ezt megbeszéltük, és a végén valaki kapufára lövi, tehát az nem zavar különösebben, mert most még lehet hibázni, most még lehet kihagyni helyzetet, de egyre inkább afelé megyünk, hogy ugye jobban kell koncentrálni végig az egész mérkőzésen, és én akkor leszek elégedett, hogy ha jól játszunk, és ha jól játszunk, akkor viszont meg tudjuk nyerni ezeket a mérkőzéseket. A Ferencvárosban játszó válogatott játékos Vogel Soma szerint tökéletesen sikerült a felkészülés a szombathelyi tornára. A válogatott erősségét illetően a kupagyőzelem sem elképzelhetetlen. Nem a győzelem a cél, mindig az a fontos, hogy tudjuk a játékunkat játszani minél kevesebb hibával, minél kevesebb úgymond buta gólt kapjunk. Úgyhogy, és persze az ellenfeleknek a felmérése is fontos, úgyhogy meg fogunk tenni mindent azért, hogy ezek a szempontok sikerüljenek. A tornára ingyenes lesz a belépés, a szervezők jelentős számú nézőre számítanak, mivel a meteorológiai előrejelzések szerint az időjárás is kedvez majd a sporteseménynek. A Szombathelyi Televízió híradóját látták, műsorainkat az interneten a www.sztv.hu címen nézhetik meg, híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!